Közeleg a nyár, az esküvők és a lakodalmak szezonja. Ilyenkor nagyon sok szerelmes pár fogad egymásnak örök hűséget. A jegyesek már hónapokkal a lagzi előtt szervezésbe kezdenek, hogy a nagy napon minden csodálatos és emlékezetes legyen. A Média 60 Kft. Épp ezért egy nyereményjátékot hirdetett, amelyben a házasulandó párok egy komplett lagzit nyerhetnek meg, levéve a szerelmesekről a szervezés okozta feszültségeket és az anyagi terheket. A játékra a www.60iprogramok.hu weboldalon lehet jelentkezni, ahol már megtalálható a részletes játékszabályzat és a nevezéshez szükséges összes nyilatkozat is. A versenyre jelentkező párokra a Facebookon is lehet majd szavazni, ahol a közönség lájkjai később beszámítanak majd az 5-tagú zsűri végső döntésébe. Így dől el, hogy ki lesz az a szerencsés pár, akik június 22-ére megnyerik az álomlagziukat. Ami pedig a lényeg, a nyeremény. A szervezők a győztes pár részére a Nagy Endre rendezvényteremben egy fergeteges lagzit rendeznek, ahol Gönczi Gábor zenekara zenél majd, feledhetetlenné téve a bulit. Ezen kívül a vendéglátás, a dekoráció, a fotós, a videós, az esküvői ruha, a bőfé, a nászút és a ceremóniamester is mind a nyeremény részét képezik. Fekete Gábor kifejtette, hogy protokoll szakértő és ceremóniamester szaktudásának köszönhetően igyekszik az eleganciát is belevinni a nagy napba, és megoldást találni a felmerülő problémákra. A ceremóniamester viszont már egy kicsit rendezvényszervezésbe is belehajlik. Ha a gyakorlatot mondhatom, akkor fél évvel a lagzi előtt, vagy jóval a lagzi előtt megkeres egy ifjú pár, elmondja az igényeit, mi ezt átbeszéljük, és az én kapcsolatrendszeremmel, illetőleg a tevékenységemmel párhuzamba állítjuk, és megszervezzük a nagy napot, tehát mindent kézben tartok, mint rendezvényszervező. Az esküvő helyszínét, a cukrászatot, az étkeztetést, a videóst, a fotóst, a zenekart, tehát mindent, ami egy ilyen esküvőn kell, anyakönyvvezetőt, a ceremóniát is egyrészt navigálom, másrészt pedig már az elején helyszínbejárással és egyébbel megerősítjük egymást, hogy mit hogy szeretnénk kivitelezni, nagyon függ a létszámtól is, és az elejétől az utolsó pillanatig az ifjú párral vagyok. Az esküdni vágyó pár részére a szervezők az anyakönyvvezetőt is leszervezik, egyházi esküvőt azonban érthető módon nem lehet előre foglalni. A nyereményjáték pontos részletei a szabályzatban olvashatóak. A jelentkezés elindult, az eredményhirdetés május 15-én lesz.